Ez egy nacionális gyártmányú amerikai pénztárgép, gyári száma alapján, amit itt lehet látni, 1.228.893, 1920 és 1930 közt lett gyártva. Gyógyszertárban használták, Bukarestben, azért is őrizte meg így, ilyen formában az állapotát. Bal oldalán lehet látni a blokkiadó mechanikát, illetve a burkolat alatt van, működik, de nem lett igazán kipróbálva. Ugye szemben vannak a billentyűk, illetve fönt a kijelző, és jobb oldalon van a továbbító mechanika. Ennek különlegessége, hogy a burkolat alatt elektromos motor is található volt valamikor, de ezt bő jelenleg kiszerelték, tehát csak kézi meghajtása működik, tekerni kell. Lent van a pénzes fiók, vagy kassa. Ez, ha körültekerjük a karral a gépet, ha beindítjuk, akkor ez ki szokott jönni minden egyes művelet végén, hogy ugye ki lehessen adni a visszajáró pénzt. Működése, tehát az M-et, ha megnyomjuk, akkor már is működik a maszina. Ez egy sima ilyen pénz, kassa kipattanó forgás volt. Visszatoljuk, sütünk be értéket. 99 pengő, 99 fillért, tehát 9, 9, 9, 9, meghúzzuk és tekerjük. A billentyűk fejjenek és lehet látni 9, 9, 9, 9. Vissza kell tenni ugye a kazettát. Még egy próba. 1, 4, 5, 7. Billentyűk lenyomva. M-et behúzzuk és akkor tekerjük. 1, 4, 5, 7. Tehát a gép működik, használható. Egybe van. Visszatoljuk a kazettát. Tehát szemből így néz ki. Szép egybe lévő gép, működőképesen, korához képest igen jó állapotban.